Vámpírok bálja. Mindenki retteg? Én láttam háromszor vagy négyszer, én mindig rettegtem. Mi a jellemző? Retteg mindig mindenki? A nézőtéren? Igen, a nézőtéren. Vagy mi? Miért rettegek mástól? A Gézától folyamatosan. Tőlem mindenki retteg, mi rettegünk egymástól, a nézők tőlünk, mi a nézőktől. Tehát természetes, hogy rettegünk. Nem. Vagy egy picit? Hát egy picit, tehát bálban. Igen, picit. Tisztázzuk az elején a viszonyokat, tehát hogy ki kicsoda. Te vagy ugye a főhős nő, a szegény ártatlan kis naíva kislány, aki Géza Rabulejt. Egy szűz vagyok. A Géza pedig az én... Nem, hogy mondjuk ezt? Te megmentőd vagyok. Megmentőd. Engem vársz. Nem, tényleg. Egy egész életet alig vártam. Várom. Én várom most már nagyon sok évszázad, hogy végre egy szüzet találjak magamnak, egy igazi csemegét, és aztán ott megszületsz szépen a helyi fogadós kocsmájába, és megvárom, hogy 18 éves legyél. Ez van a történetben. Igen, Évi pedig ott dolgozik, ugye? Én ott vagyok, a sanyarú sorsú szolgálólány valóban, akire egy picit rá van kattanva a fogadó tulajdonosa, a kocsmáros. Ennek persze az ő asszonykája nem annyira örül, és hát idővel... Anya-apa. Igen. Ugye sokan ismerik a filmet, amiből készült ez a musical. Most már lassan értek a 150. előadásig. Mióta is megy pontosan az előadás itt Magyarországon? 2007-ben mutattuk be, 2007 nyarán a PS produkció állított a színpadra, Simon Edith és Póka Balázs takarja a két betű. Ők mentek az ügy után, hát nagyon régi dédelgetett vágyuk volt, hogy ezt idehozzák az országba megmutatni, mert kín ez már 97 óta kultusz musical, tőlünk nyugatabbra. Bécsben mutatták be, és egy ilyen nagy-nagy európai, illetve azt hiszem, hogy keleten is megfordult a musical körutazás után, most ismét Bécsben játsszák. Ugye az előadás különlegessége, hogy úgy játszátok, mint nyugaton. Tehát egy szériában sok előadás egymás után. Különbözik ez mondjuk attól, hogy egy másik színházban játszol valamit? Tehát, hogy máshogy állsz hozzá? Könnyebb ilyenkor idomulni a darabhoz, hogyha minden este egymás után ugyanaz az előadás van? Hát szerintem az nehéz, hogy ugye külföldön folyamatosan hónapokig játszák. Mi általában nyári blokkokat és téli blokkokat játszunk, és így egy kicsit nehéz beleesni. Vagy hát az én tapasztalatom, hogy nagyon nehéz ez, amikor nyáron játszottad utoljára, és akkor hirtelen januárban jönnek az előadások, de azért ez egy összeszokott, nagyon erős csapat, és azt gondolom, hogy mindenki már várja, hogy legyen. Ugye, aki ugye a kinti musicalekkel tisztában, azért tudja, hogy tényleg ott kint ugye egy előadás van, minden este van egy megszokott csapat, nálatok több szereposztás van. A próbán minden szereposztás játszik minden szereposztással, vagy ez ilyen nagyon helyzetfüggő, hogy jönnek ki a szereposztás. Volt már olyan például, hogy úgy kerültetek össze előadáson, hogy még nem is próbáltatok nekem együtt? Volt. Én találkoztam a színpadon egyszer a Bot Gabival, de volt olyan, hogy úgy jött ki. Hát ez azért nem jellemző, mert nyilván azért megvan itt is a ráhangolódás, tehát azon a héten, amikor most a blokk első előadása indul, január 15-től láthatja a nagy közönség. Egyébként a nézőknek is jó, hogy mindig van mit várni nyártól télig és téltől nyárig. Kis számban még kaphatók a téli előadás sorozatra a jegyek, de most már megnyílt a júniusi szériára is a jegyeladás, úgyhogy aki most lemarad, az jöhet nyáron és várhatja. Mint tudom, augusztusban is lesz. És nyáron, augusztusban is lesz egy kisebb blokk, de tényleg azért az nem jellemző, hogy ott találkozunk először, mert nagyon alapos. De volt olyan, előfordul, beteg, persze, mert emberek vagyunk, igen, és Magyarországon úgy abszolút kivitelezhetetlen ez az ensuite játszási rend. Tehát itt most a fővárosban főleg repertoárszínházak vannak, és a nézőközönség azt is keresi, hogy egy színházban minél több darabot láthasson egy hónapban, vagy egy évben. A kérdés egyébként csak arra próbáltam kitérni, hogy tényleg működik-e ez a darab olyan gépezetként, mint ahogy nyugaton elvárják azt, hogy gépezetként működjön egy musical előadás. Hát, kérdezzük a Zsakit. Ott találtad a Bot Gábort, és... És működött. Ugyan. Tehát ezt mondom, hogy ilyen szempontból én értettem a kérdésnek a lényegét, ezért mondom, hogy működött. Tehát, hogy annyira meg be van próbálva, hogy a Bot Gabival is le tudott menni úgy az előadás, hogy egyből egymásra tudtunk hangolódni, és működött az a dolog. Szerintem ez annak is köszönhető, hogy annyira pontosan be van állítva minden egyes mozdulat ebben az előadásban, ami egyébként szerintem más daraboknál nem ennyire jellemző, hogy nagyon be van határolva az a terület, ahol játszhatsz, vagy amit csinálhatsz. Természetesen mindenki belerakja a saját egyéniségét, de nagyon pontosan meg kell csinálni azt, amit a rendező elvár tőlünk. Ezért fordulhat az elő, hogy esetleg nem próbált a két főszereplő, és mégis meg tudják oldani a feladatukat jól. Nagyon pontos fényjelek vannak, bocsánat, tehát hogy megvannak, tényleg az koreográfia az nagyon pontos.
És a zenéhez igazítva, tehát külön ütemekhez külön mozdulatok tartoznak. Tehát nyilván a zenész színházban ez előfordul máshol is, de ennyire pontosan nem hiszem, hogy ti is találkoztatok vele, hogy tényleg tized másodpercnyi pontossággal összehangoltan jön a fény, és arra a zeneütemre a mozdulat. És egyébként így most a nézők tényleg egy show-t is kapnak. Nem csak egy színházi előadás ez, hanem egy show is. Azt tudjátok pontosan, hogy például az Anzamnak hányféle jelmeze van egy-egy karakternek? Bont Strobel Dóri mesélte, hogy a német előadásban van egy 35 cm-es parókája is. Tehát mindenképpen egy nagyon látványos előadásról van szó. Ti ugye egy karaktert játszatok, de az Anzam folyamatosan változik előadás alatt. Nekik ez mennyire, tehát hogy láttok-e között is párhuzamot, vagy ez is valamiért a Vámpirok bájában tényleg teljesen speciális, hogy a sírból úgy keljenek ki, hogy ez én voltam Ensemble. Amikor bekerültem, akkor Magdát is csináltam, meg Ensemble-eztem is, úgyhogy ebben talán kompetens vagyok. Csak te vagy köztünk most kompetens. Igazából ott is pontosan mindenkinek megvan határozva a helye, inkább a swingeknek van nehéz dolga, mert hogy nekik elég sok helyet kell tudniuk, tehát néha a harmadik sorban a második sírból jönnek ki, néha a negyedik sorban az ötödikből, 16-ra vagy 8-ra, vagy tehát teljesen, én biztos, hogy nem tudnám ezt csinálni, tehát örülök, hogyha a saját dolgomat meg tudom jegyezni pontosan. Ez nagyon nagy dolog, tehát a kis füzetükkel járkálnak az előadás előtt, hogy ő most kinek a helyét csinálja. Szerintem a swinget kéne legjobban megbecsülni ebben a produkcióban, igen, azt a pár embert, aki nem egy helyet tud, hanem mondjuk ötöt, akár tizet. Igen. Ami még nagyon fontos, ugye a fog. Hogy készült a fog? A vámpír fog. Éjszaka kinőtt. Nem, hát mindenkinek személyre szabottan a saját fog lenyomata alapján készült egy akkor fogsor, hogyha... és aztán kiadták, hogy szépen sisegő, szuszogó. De ő tud benne a legszebben hangokat beszélni és énekelni. Otthon gyakorolni, fejleszteni kellett egy hónapig, és a legprofibb a géz. És ha új szereplő még van, akkor ő megy a fogorvoshoz azonnal. Igen, mindenkinek mintát vesznek a fogairól, és egy sín készül gyakorlatilag, amivel itt tehát olyan kis nénis verzió. Igen, elég érdekesen néz ki. Mikor visszük magunkkal előadásra, dobozba a fogunkat. Ezt szoktam vele mosogatni otthon, amikor visszaszoktatom magam. Igen. Ha sejpítés hallatszik esetleg, vagy nem tökéletes, akkor az új beállók, mert nem gyakoroltok eleget. Egyébként az Annát is a legutóbbi széria előtt fedezték fel. Folyamatos casting alatt van a produkció, szem előtt tartják, ugye Polanski mester emberei minden egyes alkalommal ide érkeznek, és a felújító próbákat Cornelius Baltus végzi velünk, illetve most Dennis Callahan, a koreográfus is megérkezik New Yorkba. Van új beállónk, még újabb felfedezettek, Jenei Gábor Herbert fiam szerepében fog megmutatkozni most januárban, illetve hát nagyon sokan külföldre kerültek a külföldi vámpírok bájában, most éppen Belgiumban is játsszák, de közülünk már, én nem is tudom, hogy Oberhausenbe, Bécsbe, Stuttgartba vittek szereplőket. Most azt hiszem, hogy teljes lesz a gárda itthon. Megérkezik Kecskés Tímea, Héger Tibi, aki Alfredet játszik, Baranya illetve Dávid. Baranya Dávid táncosunk, tehát most egy ilyen, tehát több szempontból is ünnepi januári széria lesz. Nem beszélve arról, hogy ezen a bizonyos jubileumin, ezen a 150-en számos meglepetésre várjuk majd a nézőket. Jönnek a vámpír monarchiából, ugye alapítottunk egy osztrák-magyar vámpír monarchiát is a kinti szereplőkkel. Sokan és színpadra állnak, talán ők is énekelni fognak. De nem csak a színpadra jönnek külföldről, ha jól tudom. Tehát nektek azért már elég kemény külföldi rajongótáboratok is van. Hú. Hogy így az interneten így azért igen, lehet így látni hát a fényképeket, hogy így jönnek tényleg főleg külföldről, Németországból, meg Ausztriából, meg Lengyelországból volt egy kis csapat. Meg a Finnországból szoktak jönni, nem? Finnek, igen, finn lányokat is találtunk már ott. Van egy osztrák lány, aki mindig itt van, vagy legalábbis én állandóan itt látom az előadáson, be is van öltözve, tehát köppeny van rajta, meg kis fejdísz, meg minden, és az volt a legérdekesebb, hogy tavaly júniusban elmentünk Bécsbe csapatostól megnézni az ottani előadást, és a színész bejárónál ott állt az a lány.
De itt is, ott is, mindenhol, szóval fanatikus rajongó tábora van az előadásnak, Japánból. Mindenhol. Japánból. Igen, és akkor várnak titeket előadás után. Igen, nagyon aranyosak. Ajándékokat, nem minden, nagyon éves. Én például Mihálka Gyulinak egy plüsmaciát láttam, amit mint Alfred kapott, teljesen echte ugyanabban a ruhában, tehát nagyon kreatívak a rajongók, és kaptok azért mindenfélét. De ugye a vámpirok után itt voltak. Üzenhetek a rajongóknak, hogy én most már tényleg 40 fölött vagyok, hogy váltanunk kellene, tehát nekem is nagyon sok plüss állatkám összegyűlt, hogyha nyáron, hogyha a nyári szériában egy doboz sört hoznám, esetleg előadás után, én annak sokkal jobban. Én a Géza plüss állatait bevállalom, én nagyon szeretem, én nagyon örülök. De vannak ilyen internetes esküvői kívánságlisták, lehet, hogy lehetne nyitni egy olyat felirat, hogy mit szeretnél, és akkor ezt így ki lehet kipipálni, aki hozza. Egy praktikus tanács lehet. De a sakk mellett is, hiszen ugye most már a sakkot is játszátok, mi szintén egy külföldről idézőjelesen átvettet ugyanazzal a technikával folyó produkció. Ez legközelebb márciusban lesz, hogyha... Így van, augusztus 6-a helyett 7-én volt a bemutató a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, ugyanis az első előadást azt elmosta az eső, úgyhogy egy nappal később került bemutatásra, és azóta pedig októberben volt kettő darab előadása a Pesti Magyar Színházban. Folytatása pedig, ahogy mondtad, március 18-ától indul megint. Én nagyon várom a személy szerint, mert hogy imádjuk. Nagyon megszeretettem a zenéjét. Mondani se kell, hogy ugye szintén Simon Editék állították színpadra. Óriási küzdelmek árán hozzák létre ezeket a produkciókat. Én most nevetve mondom, de tényleg az egész életük rajta, meg benne. Hát ezek nagyon sok szereplős, nagyon drága és nagyon látványos zenés előadások. Nyáron talán 99-en voltunk a színpadon összesen, amikor mindenki fönt volt, állítólag összeszámolták, és ennyi volt. 60 fős kórus, plusz most a zenekar. A beltéren a kórus kisebb, mint 40, kint volt. 40 fős, 40 fősé csökkent, de ugyanúgy a színpadon voltak ők is, ugyanúgy, mint a zenekar is. Úgyhogy ez egy szerintem nagyon jó látvány. És hát döbbenetesen szólt kívülről a nézőtérről, tehát tényleg ez egyik legzseniálisabb itthoni előadás. Úgy, ahogy a Vámpírok bája is, nekem, köszönöm nektek, hogy itt voltatok, nekem még mindig a sakk az egyik kedvencem itthon, és mellett az Avenue Q, ezt mindig hangsúlyozom be, aki szintén benne van. Köszönöm, hogy itt voltatok.